go again on the road till we stop, and then we'll shop. So 1, 2, 3 now, baby. Született kémek. 8 óra 10, katonai támaszpont a nevadai sivatagban. Illegális behatoló. Illegális behatoló. Siessünk! Biztos téves riasztás. Feküdj, megtámadtak! Veszedelmes játékszerek. 9 óra 23, Beverly Hills Plaza. Ó, nem is emlékszem, mikor volt utoljára ilyen üdítő a vásárlás. Elképesztő! Ennek valószínűleg az az oka, hogy egy málhás szamarat is magaddal rángatták, Lover. Randy, egyszerűen szuper! Várj itt, virágszálam! Mindjárt hozom a kocsit. Oké, Randy, nem bánom. Nem gondolod, hogy gonosz dolog ennyire kihasználni szegény Randyt? Igen, végül is a barátod vagy a játékszered. Nem tehetek róla, hogy annyira ellenállhatatlan vagyok, hogy a fiúk minden kívánságomat lesik. Hű, ez aztán gyors volt. Nem akartam megváratni Beverly Hills legszebb lányát. Ó, Randy, ugyan már. Szóval mi hova ülünk? Az első ülésre mellém. És mi lesz Randyvel? Miattam ne aggódj, busszal megyek. Nagyszerű ötlet. Clover! Mi van? Randy nem bánja. Beszálltok végre, vagy sem? Szia, Clover! Hihetetlen, hogy Randyt egyszerűen hazaküldted busszal. Ez olyan igazságtalan. Igazad van. Előbb szólnom kellett volna, hogy hozzá el a ruháimat a tisztítóból. Mit szólnátok egy kis strandoláshoz? Biztos vagy benne, hogy ez jó ötlet? Eléggé besötétedett? Nem besötétedett, hanem bebukposodott. Jó napot, hölgyeim! Szia! Eddig jó volt. Elnézést, hogy így rátok törtem, de akadt egy sürgető probléma. Hű, mint az autós moziban. De nincs se popcorn, se helyes rácok. Lányok, figyelem! Illegális behatoló. Illegális behatoló. Siessünk! Történt egy betörés egy szigorúan őrzött nevadai katonai bázison. Mesterséges intelligencia mikrocsipeket loptak el. Hűha! Baj lehet belőle, ha a csipek rossz kezekbe kerülnek. A csipek nagy kapacitásúak. Akkor legjobb lenne, ha már is utánuk erednénk. Valóban, de előbb a felszerelés. Mozgásérzékelő napszemüveg, rugalmas szigonyövek, titániumfúró sarkú csizma, behúzható pengeműkörmök ékékben, és elektromágneses mezősemlegesítő Walkman. Állati! Egyszerre hallgathatok zenét, és kapcsolhatom le a rossz fiúkat. Viszlát, lányok! Vagy ahogy a katonaságnál mondják, lelépni! Tíz óra 36, katonai támaszpont. Tehát csak a mikrocsipeket lopták el? Igen. És semmi nyoma erőszakos behatolásnak? Úgy bizony, csak egy kis lyukat robbantottak a falba. Senki nem férne be rajta. Ha csak nem egerek tették. Történtek már furcsább dolgok is. Miért akarná bárki ellopni a mikrocsipeket? Talán egy robothoz kell, vagy valami intelligens fegyverhez. Hasonló csipeket loptak el egy éve. Oszaljunk szét és nézzünk körül. Hé, ezt nézzétek! Mi ez? Úgy fest, mint akármelyik közlegény sisakja. Csak sokkal kisebb. Mégis lehet valami Alex bugyuta egeres ötletében. Köszi. Szerintem mutassuk meg Jerrynek. Hát, ha neki mond valamit. Ez a rohamsisak bizonyos játékfigurák tartozéka. Csúcsminőségű játékkatonák, a nevük Harcos Chuck és Harcos Betty. Tisztázzuk a dolgot. Aki betört a bázisra, játékokat is vitt magával. Egyelőre úgy tűnik. Ezek a gonosztevők egyre szánalmasabbak lesznek.
Tehát hol keressük harcos Chuckot és harcos Bettyt? Itt az áll, hogy egyedül Kaliforniában kapható. Burbankben, a játékuniverzumban. Akkor az a következő állomás. Majd hívunk Jerry. Indulunk, Clover. Megnézem az üzeneteimet. Ó, micsoda szemtelenség. Randy 35 üzenetet hagyott. Azt hittem tetszik, hogy körülugrál, és úgy viselkedik, mintha a szolgád lenne. Igen, még jó, de ettől még nem sajátíthatja ki a hangpostámat. Ha-ho, ha leterheli a mobilom memóriáját, hogy élek társadalmi életet? Sehogy, ugyanis fontos küldetést kaptunk, emlékszel? Ó, persze. Az éretlen játékmániás rossz fiú. Ah, lássunk neki. Este 8:15, Burbank, játékuniverzum. Menő játékok, de kétlem, hogy bármi közük lenne a betöréshez. Adja mesterséges intelligencia csipekhez. Ebben az esetben mit szólnátok, ha lelépnénk? Még mindig kimehetnénk a strandra. Az életű játékok, de ez azért már sok. Mi a csodát csinálnak? Úgy tűnik, hadsereget toboroznak Dr. Frankenstein módra. Most már kezdem érteni, mire kellettek a mesterséges intelligencia csipek. Gyerünk, tűnjünk innen! Hová igyekeztek, kislányok? Sehová! Ebben egyetértünk, hölgyeim! Támadás! Nem hoztam légycsapot, haver! Ne nyújj még egyszer a hajamhoz! Ugye nem bánod? Hey! Tiéd, cowboy! Nos, jól vagytok? Bevetni a nehéz tüzérséget! Térítés. Akkor futás! Nagyszerű! Elkapjuk a gyáva népséget! Most mi legyen? Várunk a csodára! Egy titokzatos teherautó jó lesz? Beszállás! Nekem jó!
Figyelem, a kis buszt kilőni! Társaságunk van! Ez egy kicsit túlságosan is közel volt. Ne aggódj, van egy nagyon jó terve. Szuper! Elmondanád végre, ki a csuda vagy? Seth vagyok, játéktervező. Ó, kitalálom, te hoztad létre ezeket az agresszív kis szörnyeket. Sajnos igen. Ember, jobb lenne, ha utána néznél, mit jelent pontosan, hogy játék. Egyetértek, ezt a mikrocsipet találtam egy dínó fejében. Mutasd csak! Itt az áll, hogy a chipnek elképesztően erős energiaforrása van, és rengeteg mikroprocesszora. Csak egyetlen helyen állíthatnak elő hasonló dolgot. A katonaságnál. Egy éve kölcsön vettem tőlük néhány ilyen chipet, hogy az én katonáim legyenek a legélethűbbek. Kölcsön, ugyan ne beszélj, inkább elloptad őket. Oké, elloptam őket, de esküszöm, hogy nem tudtam, hogy mire képesek a chipek. Nem tudtam, hogy ezt táplálják majd beléjük. Ijesztőek a jellemvonásaik. Agresszívek. Szerinted ez alkalommal a játékok törtek be a bázisra? Igen, irányíthatatlanok. Hű, ez megmagyarázza a sisakot, amit találtunk. És az apró lyukat? A csipek segítségével hadsereget toboroznak. Miért tesznek ilyet? Nem tudom, de igazából félek is megtudni. Randy, hogy találtál meg? Nekem elhiheted, jó nehéz volt. Nos, mit akarsz? Gondoltam, el kell egy pulcsi, hát ha fázol. Ma este elég hideg lesz. Randy, tennél nekem egy nagy szívességet? Kívánságot számomra parancs. Eltűnnél végre, tudod? Éppen fontos dolgom van. Semmi gond, majd találkozunk. Oké, Randy most költözött a szívem csücskéből a hátam közepére. Térjünk vissza a küldetésünkhöz. Meg kell állítanunk a játékokat. De azt sem tudjuk, hol vannak. Lehet, hogy visszamentek a játékgyáramba. Az a főhadiszállásuk. Akkor mi is oda megyünk, és bevárjuk őket. Gyerünk! Este 10 óra 44, Burbank játékuniverzum. Tehát, mondd csak, miért is kell behosonnunk ide? Mert nem akarunk kockáztatni. Igen, mára elég volt a támadásokból. Gyerünk, itt bemehetünk. Nem látok semmit. Pásztázd körül, Alex. Azt hiszem, pontosan alattunk vannak. Támadás. Hogy nem ütnek vissza? Bizonyára még az előző széria, amikben nincsen chip. Akkor hiába való volt ez a lógaszkodás. Mi a... Bekiméljétek őket! Oké, ez teljes képtelenség. Ráadásul írtó kínos. Elég a feleselésből, Miss. Pofa be, sorakozó, hasat behúzni. Oké, Mr. Játék, uram. Kitűnő terv ide csalogatni az ellenséget parancsra. De nem volt tervén... A szakasz készen áll a végső küldetésre. Megtámadjuk az N székházát. Ezt nem tehetitek. Még megsérül valaki. Megparancsolom, hogy tegyétek le a fegyvert. Ha? Áruló, elkapni a hadifoglyot. Elmentelek parancsnoki tiszted alól! Nélküled igáztuk le a világot! Tartottam tőle, hogy valami ilyesmit fog mondani. Ahhoz képest, hogy még csak pár napja számít élőnek, egész jól megy neki a gazemberség. Az egész az én hibám. Sosem gondoltam, hogy ilyen veszélyessé fognak válni. Ó, ha már a veszélynél tartunk, szerintetek ezek a miniaknák igaziak? Epsi! Ha,
Kielégítő a válasz? Ne féljetek, ha már belekevertelek, nem hagylak cserben. Áthintázhatnánk arra az asztalra. Megpróbálhatjuk. Kivezetlek innen, csak lépjetek pontosan oda, ahova én! Ez gyanúsan hangzott. Oké, ha azt mondom nyomás, akkor fussatok. Nyomás! Nevet sértésnek, de a játékgyárad nem túl mókás helyszet. Lányok, az ENSZ épületét megostromolták egy fontos béketárgyalás közepén. Azonnal menjetek oda. Rajtatok múlik a tárgyalás sikere. Rajta vagyunk. Ja, és valakit el kéne hoznod. Rendben van, megvan a pozíciótok. Bocs, Seth, de gyakorlatilag bűnözőnek számítasz. Gyerünk, lányok! 9 óra 7 az ENSZ székháza. Úgy tűnik, elfoglalták az épületet. Máshol kell bejutnunk. Oh! A máshol alatt nem a csatornát értettem. Ti egy klotyóból akartok előbújni? Úgy tűnik, elfogták a találkozó résztvevőit. Ki kell őket hoznunk onnét? Mit csinál ott az a kis szörny? Biztos arra kell neki az ENSZ székház, hogy innen igázza le a világot. Régen azt hittem, hogy cuki lenne, ha játékok irányítanák a földet, de most már elég ijesztő. Fel kell oszlatnunk ezt a hadsereget. Most vagy soha. Clover, te velem jössz. Alex, te menj a foglyokért. Mi elvonjuk a figyelmüket. A behúzható pengeműkörmeim majd tesznek róla, hogy lelohadjon a harci kedvük. Pont a legjobbkor törik le a körmöd! Behatolók, elfogni! Jaj, ne! Vigyázz! Jön a nehéz tüzérség! Ne aggódjanak, egy perc és kint lesznek! Tartogatok még egy trükköt a tarsajomban. Miért nem tartanak te a délutánt? Itt vagyok, szép fiú! Kapj el, ha tudsz! Ne! Nyomás! Fussanak! Oké, nagyban játszunk, babucik. Én is tudok ám. Küldetés vége. Támadás! Miért kellett ilyen strapabíróra tervezni? Tartsatok ki, megyek! Most megvagy, kislány. Megvan! Az elektromágneses mezőkioldó! Alex! Ide a Walkman-t! Most vége a játéknak! Ne! Szép munka volt, lányok. A világ megmenekült a lázadó játékoktól. Valahogy nem hangzik olyan lenyűgözően, mint valójában.
Szetet tényleg börtönbe kell zárni? Titkos fejlesztésű katonai felszerelést lopott. De mivel megmentette az életeteket, javasolni fogom, hogy inkább végeztessenek vele társadalmi munkát. Délután 2:14, Clover háza. Randy, te mit keresel itt? Az autódat mosom aranyom. Maradt még egy kis időm, miután megírtam a leckédet és ütöttem puszedlit. Randy, beszélnünk kéne. A sütivel van baj? Allergiás vagy a kókuszra? Nem a süti a gond. A kapcsolatunk. Nem tudok olyan sráccal járni, aki csak kiszolgál. Nem tudsz? Tudom, hogy meglepően hangzik, de olyas valakit szeretnék, akivel valódi kapcsolatom lehet, nem egy játékszert. Szóval, akkor szakítunk? Igen, de lehetünk barátok, jó? Oké, hát akkor én megyek. El kell hívnom valakit a mai Teen Cycle koncertre. Ha? Teen Cycle koncert? Van jegyem az első sorba. Na, szia, majd találkozunk. Randy! Várj! Hibát követtem el! Szeretnék újra veled járni! Randy, léci! Nekem csak te kell lesz! Még mosok is rá! Magyar hangok. Simonyi Piroska, Zsigmond Tamara, Csondor Kata, Úri István. Magyar szöveg Terrai Magdolna. Hangmérnök Heisler László. Gyártásvezető Masol Ildikó. Szinkronrendező Maucher József. A szinkront a Fox Kids megbízásából a Digital Media Services készítette.